Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a Szent Misét Anna és Sára gyermekekért ajánlom föl. Mai napon Szent Bonaventura püspök és egyháztanító emléknapját üljük. 1218-ban született Viterbo közelében. Gyermekkorában Assisi Szent Ferenc gyógyította meg súlyos betegségéből. Ő adta neki a Bonaventura nevet is. Párizsban tanult, később ott kapott tanári katedrát is, 25 éves korában a ferences rendbe lépett, amely őt 1257-ben megválasztotta 7. rendfőnökének. Nagy bölcsességgel vezette rendjét haláláig. Őt tekintik a rend második alapítójának. 10. Gergely pápa albánói bíboros püspökké nevezte ki. 45 könyve maradt ránk. Szent Tamás mellett őt tekintjük a középkor legjelentősebb hittudósának. A második lyoni zsinaton nagy része volt abban, hogy létrejött a görögökkel való unió. Meghalt 274. július 15-én Lyonban, közvetlenül a zsinat bezárása után. Testvéreim, tartsunk bűnbánatot, hogy az Úr kegyelméből megtisztulva vehessünk részt ezen a Szent Misén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Krisztus, Krisztus,
Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventúra püspök mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Profétája által szól az Úr. Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei, figyelj Isten parancsára, Gomorra népe. Minek nekem véres áldozataitok sokasága, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozatokból és a hízott állatok hájából, a bikák, a bárányok és a bakok vérében nem lelem kedvemet. Amikor elém járultok és megjelentek udvaromban színem előtt, ne gondoljátok, hogy ezt én kívánom tőletek. Nem utassatok be többi hazug ételáldozatot, mert annak füstje útállattal tölt el. Az újhold, a szombat és az ünnepi összejövetel mind-mind utálatos a számomra. Nem tűröm a bűnös ünnepi gyülekezetet. Újholdjaitok és ünnepeitek terhemre vannak, belefáradtam, hogy elviseljem. Amikor kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek, akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg, el gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót tenni, keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az özvegyet. Ez az Isten igéje. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Népéhez így beszél Isten, nem áldozataid miatt dorgállak meg én, égő áldozataidat mindig látom. Nem fogadok el borjakat házattól, kecskéket sem kívánok legelődről. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Törvényeimet miért emlegeted, és miért veszed ajkadra szövetségem? Hiszen gyűlöd a törvény fegyelmét, hátat fordít a szavaimnak. Aki szeplőtelenül járja az élet útján, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Így cselekedtél, és én csak hallgattam, úgy vélted, hogy hozzád hasonló vagyok, de felelned kell, mert számon kérlek. Aki tisztel engem, az a dicséret áldozatát hozza,
aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Halleluja! Szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Az Úr legyen veletek. És az te veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be, azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézus így szól, hogy nem azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Pedig máskor meg azt mondta, hogy az én békémet adom nektek. Jézus az ember szívébe hoz békét. Azért, mert összekapcsol bennünket az Istennel, az Atyával. Kiengeszteli a mi kapcsolatunkat az Istennel. Rendbe jön a kapcsolatunk az Istennel. Na és ki az Isten? Az Isten nem egy bácsi, hanem az Isten maga az igazság. Ő maga az igazság. A szentség, a jóság. És amikor az ember rendbe jön az igazsággal, kapcsolódik az igazsághoz, be is fogadja az életébe, elkezdve szerint élni. És a szívben akkor már béke van. Itt bent már béke van, mert a helyemben vagyok, mert rendben vagyok. Na most a többi ember viszont, aki még nincs ebben az állapotban, az viszont ezt kritizálni fogja, hogy hát ez miért? Miért így gondolkodsz? Így élsz? Ez lehet, hogy őket idegesíti. Nekik is igazodni kéne. És nem nekem kell igazodni ilyenkor hozzájuk, hanem nekik kell igazodniuk az igazsághoz. Na viszont ezért mondta Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy kardot. Hogy ellentétek feszülnek majd, ellentét és háborúskodás és üldözés következik be. Az az ember, aki mindenáron a békére törekszik, az nem Krisztus követő, hanem az megalkuvó, az simulékony. Annak nincs tartása, nincs karaktere. Az igazsághoz kell igazodjunk. Az igazságról nem mondhatunk le.
Persze itt azért vigyázzunk, mert hogy milyen igazságról van szó, nem a magunk igazáról. Azért nagyon szeretünk harcolni, kardoskodni a magunk igazáért, de nem arról van szó, hanem az igazságról, az objektív igazságról, aki maga az Isten. Isten maga az igazság. Jézus mondja magáról, én vagyok az út, az igazság. Amikor az ember egyébként a maga igazáért kardoskodik, általában az emberben van egy ilyen békétlen szenvedély, hogy az ember dühöng, és akkor is nekem van igazam, és nekem kell igazam legyen, és fölül kell kerekedjek, mert igazam van. Amikor Isten igazságáért mellett állunk ki, az úgy tapasztalom, hogy az sokkal inkább egy nyugalommal együtt van az emberben. Van az emberben egy olyan fajta nyugalom, hogy igen, ez az igazság, ezért ki kell, hogy álljak, ezt nekem most képviselnem kell, mert akkor cselekszem helyesen, de nincs az a rendetlen szenvedély, az a mindenáron nekem legyen igazam című szenvedélyes hozzáállás. Valahogy ez nyugodtabb, ilyen szenvedélymentesebb bensője van ilyenkor az embernek, mint a másik esetben. Ez is, meg ebben az alapján is már gyanút foghatunk, hogy most tulajdonképpen csak a magam igazáért harcolok, küzdök, kardoskodok, vagy pedig tényleg az igazságért. A maga igazáért nem kell, az igazságért kell kardoskodni, vagy kiállni amellett. Az is fontos persze, hogy nem is akarjuk ezt az igazságot ráerőltetni. Ezt mindenkinek magának kell elfogadni. Ahogy mi magunk is elfogadjuk és befogadjuk az életünkbe az igazságot, mindenkinek ezt magának kell megtennie. Mi csak fölkínálni tudjuk, segítséget tudunk adni. De innentől kezdve nem a mi dolgunk. Onnantól kezdve hátralépek. Elmondtam, szóltam, többi a te dolgod. Ha másképp csinálod az életedet, akkor másképp csinálod. Sőt, ha ebből nekem károm származik, hát akkor azt is elfogadom, elviselem, fölajánlom. És így tudunk helyesen hozzáállni a dologhoz. Minket nem tudnak elszakítani az igazságtól, ha mi ragaszkodunk hozzá, és aszerint éljük az életünket, mert ez belül van. Ha én az igazság szerint gondolkodom, ha az igazságban látom a valóságot, attól engem nem bírnak elszakítani. Na jó, de mi van akkor, hogyha bántanak emiatt? Mi van, hogyha az életemre törnek emiatt? Attól azzal se veszik el az igazságot tőlem. Attól még én kitartatok az igazság mellett. Mórus Szent Tamás is úgy volt vele, hogy hát, ha lefejeznek, lefejeznek, az az ő bajuk, az az ő dolguk. Én maradok. Tehát az igazságot nem tudják elvenni tőlünk. Az életünket lehet, hogy el tudják venni. Sok mindent el tudnak venni, de ami itt bent van, azt nem tudják elvenni. Azt Krisztustól kaptuk, őt fogadtuk be a szívünkbe, mert ő maga az igazság. Tehát testvéreim, ilyen értelemben kell érteni Jézusnak ezeket a szavait, hogy nem békét hoztam a földre, hanem kardot. Vagyis, hogy ne akarjunk mindenkinek megfelelni, hanem egyedül csak Jézus Krisztusnak akarjunk megfelelni. És akkor objektíve megfelelő emberek leszünk mindenkinek. De az már az ő dolguk, meg az ő bajuk, vagy a problémájuk, ha ezek ellenére mégsem felelünk meg nekik, hát azt oldják meg majd ők, vagy bosszankodjanak rajta ők. Az az ő dolguk. Az nem a mi dolgunk. Ha mi igazodtunk Jézus Krisztushoz, és hozzáteszem, ha valóban igazodtunk Krisztushoz, és általa élünk, akkor ez így rendben van ez a dolog. A többieknek majd igazodni kell ehhez. Ha akarnak, igazodnak, ha nem akarnak, az az ő dolguk. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük. Addurunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársunk földi boldogságára és örök üdvösségére használjuk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add munkásainkkal jó együttműködésre,
se törekedjünk, és így kölcsönös elősegítsük a közösség javát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezzel köszöntessük meg jóságodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg elhunyt testvérünknek, nővérünk bűnei bocsánatát, hogy irgalmasságából a szentek közösségébe jussanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom se tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az ünne kezedből az áldozatot, nevének kicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházára. Kérünk Istenünk, vedd jó szívvel az áldozatot, amelyet Szent Bonaventúra ünnepén oltárodon bemutatunk, add, hogy nekünk irgalmat, nevednek pedig dicsőséget szerezzen, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Bonaventúra ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Gloria tua.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott hirdetjük, Urunk, és hitte valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözli parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én lelk. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk! A szent misztériumok által megerősítve, alázatos szívvel kérünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Bonaventúra példájára valljuk, amit ő hitt, és váltsuk tettekre, amit tanított Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat,
ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.